A családi adókedvezmény bővítését, a családi csődvédelem bevezetését, a munkahelyvédelmi akcióterv következetes végrehajtását és a rokkant ellátásból kikerülők újrafoglalkoztatását várja a KDNP a kormánytól a ciklus második felében. Orbán Viktor a kormányzó pártszövetség kisebbik tagjának vezetőivel értékelte elsőként a kormány eddigi tevékenységét. Alpinistákhoz hasonlította a Fidesz és a KDNP szövetségét Orbán Viktor, miután a kormányzás első két évét értékelte a kereszténydemokraták vezetőivel a KDNP székházban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a két párt összekötve lóg a falon, az egyik élete a másikén múlik. A kormányfő a ciklus második felében is a méltányos tehermegosztás támogatását várja a kereszténydemokratáktól. Kifejezetten kértem a következő két évre nézvést az elnök urat abban, hogy a szociális adócsökkentést azt mindenképpen támogassák. A kugli golyó elgurult, a bábuknak dőlni kell, a szociális adócsökkentésnek lenni kell, ebből nem lehet visszatérni, akármilyen költségvetési viták vannak itthon vagy külföldön, a szociális adócsökkentés politikáját azt meg kell védeni, és a pénzügyletek illetékeiből, adójából meg kell teremteni az ehhez szükséges bevételeket. A KDNP azt kérte a kormánytól, hogy a jövőben se engedjen a nemzetközi pénzügyi körök nyomásának, és segítse az elesettek elhelyezkedését. Akik a rokkant nyugdíjból kiszorultak, ismert történet folytán, akik abból kikerültek, azok számára az egészségügyi állapotuknak megfelelő startmunkát biztosítsuk. Itt azt gondolom, hogy az állami intézményrendszernek a bevonása az, ami lehetővé teszi, hogy ezeknek az embereknek is meglegyen az a jövedelmük, ami korábban volt. Orbán Viktor miniszterelnök támogathatónak nevezte a Semjén Zsolt által megfogalmazott kéréseket.